Bajnai Gordon hétfő reggel itt a Startban jelentette be, hogy a szélesebb összefogás részleteiről szeretne tárgyalni a baloldallal. Vendégem Tamás Gáspár Miklós viszont épp arról írt a múlt heti Élet és Irodalomban, hogy az ellenzéket is le kell váltani. Arról beszélgetünk, hogy hogy látja most a helyzetet. Jó reggelt kívánok! Kedvét csokolom! Azt írta ebben a cikkben, hogy az ellenzék most már csak immelámmal törekszik ön szerint a győzelemre. Akkor, ami azóta történt a hétfői bejelentés fényében. Az ön szerint azt jelenti, hogy ez egy utolsó kétségbe esett próbálkozás mégiscsak a győzelemért, ugye Bajnai Gordon szavai erre utalnak, vagy az az értelmezés áll önhöz közelebb, amit egyébként Krekó Péter itt a mai műsor elején mondott, hogy hát most már leginkább felmérték a szereplők, hogy győzelemre vajmi kevés esély van, és az ellenzéki létre készülnek egy olyan összefogással, amelynek eredményeképpen majd senki sem szíthatja jobban a másikat a választási vereség után. Nem, hát én nem erről írtam, hanem arról, hogy ha netán megnyerné a jelenlegi ellenzék a választásokat, teljesen lehetetlen helyzetben találná magát egy olyan politikai intézményrendszer körülményei között, amely teljes egészében Orbán Viktor és pártja határozna meg továbbra is. Ugye a 9 és 12 évre kinevezett tisztségviselőkkel, a több tízezer kicserélt államhivatalnokkal, a teljesen jobboldaliasított közmédiákkal, és így tovább. Tehát egy, hogyha felállna a jelenlegi ellenzékből a kormány, egy teljesen elképesztő helyzetben találná magát, egy potenciálisan veszedelmes helyzetben, de ez a veszély, hogy ez az ellenzék megnyeri a választásokat, igen csekély. De ugye azt írja, hogy ezt a rettenetesen kétségbejtő helyzetet ők is látják, és éppen ezért nagyon nem is akarnak nyerni. Nem, azt nem mondtam, hogy akarnak nyerni, hanem hát aggódnak emiatt. De mondom, most nem erről van szó. Én erről az egész egyezkedési dologról még megtartóztattam, ahogy akár egy szót szóljak, és most egy hipotetikus kérdést szeretnék föltenni az érintetteknek és a nézőknek. Nem hallottak ezek a pasasok mi titkos tárgyalásokról? Nem akkor kellett volna kiállniuk a közönséggel, amikor valami sikert értek el? Hát én még ilyen hivatásos öngyilkosokat életemben nem láttam. A legnagyobb nyilvánosságért lövik magukat hasba, ez mire jó? Fölfoghatatlan. Persze vannak arról sajtóértesülések, hogy itt az ünnepek után közvetlenül voltak, most már nem olyan titkos tárgyalások megtalálkozott, mert olvasok róla. Milyen titkos tárgyalás, amiről mi itt beszélünk a tévében? Hát igen, de most még feltételezhető, hogy hát ha most valami komolyabb egyeztetés volt a háttérben, mint a korábbi körökben. A jelek szerint nem volt. Úgyhogy én pusztán csak a részvétemet tudom nyilvánítani. Azon kívül pedig nagyon jellegzetesnek tartom, hogy az újabb egyezkedési téboly kitörése előtt a szerencsétlen, szegény magyar szocialista párt, amelynek egyáltalán láthatólag a médiákban semmiféle támogatása nincsen, közzétette programjavaslatait, amelynek az égvilágon semmiféle visszhangjuk volt. Most először beszélünk egy nagy nyilvánosság műsorban ezekről a dolgokról. Szerintem még ön se tudja, mit javasoltak, de ha igen, akkor elnézést kell. Például javasolta a Magyar Szocialista Párt azt, hogy a munkanélküli segély folyósításának az időtartamát 3 hónapról 9 hónapra növeljék meg. Ez egy józan országban címlapsztori lett volna, ez egy rendkívül fontos dolog, és egyéb jelentős szociális javaslatokat is tett az MSZP, a munkaerőpiac beavatkozással, egy jelentős MSZP-s politikus a föltétel nélküli alapjövedelem hipotézisét tárgyalta meg a sajtóban. Tehát láthatólag valakik dolgoznak értelmes kérdéseken, és számomra is rokonszenves javaslatokat tesznek, de ezeknek az égvilágon semmi jelentőségük nincsen. És miért ön szerint? Egyszerűen nem tudnak eljutni a nyilvánossághoz, mert ennyire nem működik a sajtó, vagy pedig ennyire rossz volt az együttműködés, és Bajnai Gordon pont akkor állt miért elő. Miért Bajnai Gordon? Bajnai Gordon, semmi köze nincsen. Nem, ez most az MSZP programjavaslatai. Ez az MSZP programjavaslatai a választókhoz. Ez a választási program rész. Na jó, csak hogy ez a két dolog időben egybeesett, hogy előállt az MSZP program, akkor és ehelyett mindenki megint azzal foglalkozott. Elmosta ezt a dolgot, és hát ráadásul természetesen a sajtót hagyományosan nem érdekli az MSZP, ami az elég groteszk, mert is az a legnagyobb ellenzéki párt. Úgyhogy az ellenzéki sajtó semmivel nem kezeli jobban az MSZP-t, mint a Fideszt. Sőt. Nagyon hallgatja, csak erre szerettem volna fölni a figyelmet, mert én nem vagyok a rajongója az MSZP-nek, de hogyha időnként előterjesztenek értelmes baloldali
népjóléti, szellemű, demokratikus javaslatokat, akkor legalább valaki mondja azt, hogy marhasság, de még ennyi se történt. Az ön cikkéből viszont az derül, hogy ő nem gondolja, hogy olyan nagyon gyakran előfordulna, hogy előterjesztenek népjóléti értelmes javaslatokat, sőt, azt írta, hogy a nép alapvetően jól méri föl, hogy ebben az ellenzékben nem érdemes bíznia, mert bár igaz, hogy a kormány csak a középosztályt akarja megmenteni, de az ellenzék még a középosztályt se, és hogy nem véletlen, hogy sokan úgy gondolják, hogy még a rossz megoldás és a rossz válasz is jobban semmilyen válasz nem. Igen, hát természetesen egyszerűsítenünk kell egy rövid beszélgetésben. Ugye az a helyzet, és ez nem csak Magyarországon jellemző, csak itt rendkívül radikális formában, hogy a kormányzat mindent elkövet annak érdekében, súlyos áldozatokat is hozva, gazdasági és egyéb áldozatokat hozva, politikai kockázatokat is vállalva, megsegíti a saját bázisát, a középosztályt és a magyar polgárságot elképesztő átfogó intézkedések, a rezsicsökkentés, a devizahiteleseken való segítés, a GED extra, a kiemelt ápolási díj, a nyugdíjemelés, stb. Óriási méretű népjóléti intézkedések ahhoz képest, ami itt volt az utóbbi negyed században. Ezek majdnem kivétel nélkül a hát azt mondom, felső a túlzás, a viszonylag tűrhetőbb helyzetben lévő fölsőbb 4-5 milliót érintik, és a lakosság alsó 60%-ával viszont a kutya se törődik. Tehát itt most nem csak politikailag van kettészakítva az ország, hanem szociálisan is. És hogy milyen szelleme van ennek az egész dolognak, ez a Lázár János vadász kalandja mutatja, ugye Habsburg-Lotaringiai Mihály főherceggel, Miklós Liechtensteini herceggel és gróf Károly Lászlóval, az igazi a klasszikus osztályellenség, az igazi rendes osztályellenség, a Habsburgokkal, főhercegekkel, ugye a Hódmezővásárhelyi polgármester, aki azt mondja, akinek nincs pénze, az nem ér semmit, és a többi. Tényleg valóban világos, hogy itt megvalósult a legelvetemültebb burzsoá rend, amit a kommunista karikatúrákban szerepelt valamikor, hát most itt van, ez az. És ugye ez egyrészt rendkívül hatékony dolog, ugye csomó, sok millió ember számára, másrészt pedig ugye az az ideológia, amely ellen senki nem lép föl hatékonyan, hogy azok az emberek, akik nem vesznek részt a tőkés akkumulációban és a profittermelésben, mint munkások vagy mint tőkések, azok nem emberek. Azok dögöljenek meg. Ez ugye a kormány programjának a lényegi összefoglalása. Na most az ellenzék ezzel szemben ilyeneket mond, hogy ő majd, hogyha lesz ilyen áttekinthető gazdaságpolitika, megjósolva, akkor majd jönnek a befektetők, és akkor majd lesz nem tudom micsoda, mondják miközben, vagy mondták az MSZP legutóbbi nyilatkozatáig, amelyek azt hiszem csak én tulajdonítok jelentőséget egész Magyarországon, ugye akkor majd javulni fog a helyzet, mert majd magától valamiképpen javul az életszínvonal. Na most emberek, akik abban a helyzetben vannak, hogy perceken belül elveszítik a lakásukat, a telefonjukat, az autójukat, a nagymamájukat, a gyereküket, a nem tudom micsodát, és az alternatíva a kivándorlás, vagy a csőd és az árokpart, hát egyszerűen nem hajlandók meghallgatni, és ezt meg lehet érteni. De az ellenzék nem csak a kommunikáció rossz, hanem az elképzelése is rosszak. Nem állítom, hogy a kormány elképzelései jók, azok a szociális önzésen és az igazságtalanságon és a tekintélyi uralmi törekvéseken alapulnak, de kétségkívül ez egy karakteres válasz a kor problémáira. Az ellenzék válasza zéró. Hát az ellenzék azt szokta mondani, hogy amikor a középosztályt segíti meg a kormány, akkor a felső középosztályt segíti meg, és nem alapvetően csak. Azokat, nem csak. Most én arról beszélek, amit az ellenzék szokott mondani, igen, és alapvetően azokat, akiknek erre a segítségre nincs is szükségük. Az nagyon nagy mértékben igaz. Viszont az derül ki, hogy valóban van egy jogos egzisztenciális félelem, hát és a lecsúszástól való félelem a középosztályban, és az ő megsegítésük sem hiába való, legfeljebb nem elégséges. Igen, hát most Józsa István szocialista politikus is azt mondja, hogy az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy nem került rá sor elég hamar, mintha mást hallottunk volna korábban. Tehát az ellenzékek mindeddig, ugye, most elég érdekes, hogy a választások előtt egy pár hónappal jut eszébe az MSZP-nek is a szociális szellem. Na mindegy, tény az, hogy itt van ez a szerencsétlen magyar nép,
amely többségével a kutya nem törődik. Itt van ez a tönkrement köztársaság, amelynek a helyreállítására semmi remény, és az ellenzéki vezetők pedig úgy viselkednek, minthogy itt egy normális helyzet volna, amelyben lehet ilyen hibákat elkövetni. Normális körülmények között ez nem volna olyan tragikus, inkább csak nevetséges lenne. De hát az, hogy ez a rezsim most konszolidálódik további 4 év alatt, hát ha további 4 évet tart, akkor lehet, hogy még további 20 évet tart. Lehet, hogy én nem érem meg a végét. Na most hát ugye 1/4 század volt a rendszerváltás, mintha nem erről ábrándoztunk volna. Úgyhogy a helyzetet tragikusnak látom, kilátástalannak, reménytelennek, iszonyatosnak. Azt írja, hogy új ellenzékre van szükség, és ennek hát már nem csak egy politikai szükség. Ellenzéknek, hanem egy rendszer ellenzéknek kell lennie, de ezek szerint kilátástalannak látja, hogy ilyen bárhonnan is létrejöhessen? Nézze, én amikor azt mondom, hogy ez a reménytelen, a jelenlegi helyzetből indultam ki, természetesen létre fog jönni egy új ellenzék. Ez az ellenzék valószínűleg azokból a mozgásokból fog létrejönni, amelyek a következő években valószínűek, de ez azon az úton fog megtörténni, amit egyébként nem kívántam volna az országnak. Ez a sztrájkok, a tüntetések, a fölfordulás, a fizikai erőszak, az erőteljes társadalmi ellentétek, a szélsőjobboldal és egy esetleg fölbukkanó szélsőjobboldal összetűzései, tehát a konfliktusok jönnek, de az utcáról, nem a parlamentből. Mert a parlamentben, a jelenlegi rendszerben hatékony ellenzék nem lehetséges. Csak hogy az látszik, hogy az igazán nagy utcai konfliktusokat a kormány a saját szempontjából, mintha meglehetősen ügyesen került el, hát el az utóbbi időben. Erről beszélek. Nincsenek tehát, ilyenek. Eddig is Magyarország az egyetlen kelet-közép-európai ország, ahol nem történik semmi. Ezért kérdezem, hogy miből gondolja, hogy majd fog, ha eddig ezt ilyen jól el tudták. Azért, kérdeni. Mert természetesen előbb-utóbb az alsó 6 millió is észre fogja venni, hogy éhen döglik. Azért ez nem olyasmi, amit lehet nem észrevenni. Úgyhogy a követelések meg fognak indulni, ezeket a követeléseket nem fogja egy mérsékelt, alig létező szakszervezeti mozgalom, nem fogja egy mérsékelt, nem alig létező szociáldemokrata jellegű párt moderálni és mederbe önteni. A nép magára van hagyva, és a saját maga fogja a kezébe venni az elégedetlenségének a kifejezését. Ez nem cizellált vitaminsorokban fog történni, hanem vagy az utcán, vagy ha sehol, akkor elnéptelenik az ország, és mindenki elmenekül. Minden esetre ugye egész Európa válságban van, egy komoly politikai, szociális és kulturális válság van, amelynek ugye a legfontosabb jele ugye a nyugat-európai xenofóbia éppen ellenünk, kelet-európaiak ellen. És arra gondolom, amit a brit miniszterelnök David Cameron brit, mond. Brit, francia, például. Spanyol, olasz, svéd, norvég. Hát ez nem egy angol jelenség, ez mindenütt van. Csak ugye ez volt a legfrissebb és Magyarország is legnagyobb sajtónyilvánosságot kapott fejlemény. Persze, és erre a magyar sajtó meg azt írja, hogy ez ránk nem is vonatkozik annyira. Elképesztő a magyar sajtó. Elképesztő. Tényleg semmivel nem jobb, mint a politikai ellenzék. És azt kell, hogy mondjam, hogy ugye miközben itt a szerencsétlen balliberális sajtó az Európa kísértetébe kapaszkodik, hát közben olyan szociáldemokrata mintaállamokban, mint Norvégia, félfasiszta pártokban nem a kormányban. Ugye? Hát kétség kívül ilyen rossz a helyzet régen volt, a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a szabadság erőinek a sanszai még régen voltak ilyen rosszak. Úgyhogy befejeződött ez a politikai ciklus, ami elkezdődött 1989-ben, és a teljes kudarc, a teljes csőd, és ilyen szempontból nekem magamnak is bűntudatom van, mert én is a rendszerváltók közé tartozom. Így elszúrni valamit, ahogy ezt a mi nemzedékünk elszúrta, ez parádés. Elnézést kérek. Amikor ön erről ír és beszél, akkor ezt azért teszi, mert mégiscsak lát valamiféle reményt arra, hogy hát ha ennek értelme van, hát ha valami történhet, vagy csak azért, mert egy gondolkodó ember ír és beszél, de igazság szerint sok értelmét már ennek sem látja. Hát ez kötelesség, hogyha valakinek van valamiféle íráskészsége, meg gondolkozni is szokott, meg van egy neve, ami hát olyan, amilyen, meg olyan annyira tisztelt, amennyire,
Hát akkor a kötelessége, hogy a szerinte való igazságot elmondja. Ez persze önmagában nem garancia arra, hogy nem tévedek. Sokszor tévedtem életemben, és előfordulhat, hogy most is tévedek. Bár azt hiszem, hogy amit én most elmondtam önnek, ezek elég nyilvánvaló dolgok, csak az emberek babonából nem szeretik elmondani, mert arra gondolnak, hogy ha nem mondják ki a valóságot, akkor talán nem következnek be ezek a rémségek. Én ebben már nem bízom, ez csak babona. Köszönöm szépen, hogy eljött.